Ez az az időszak, amikor mi majdnem randiztunk, de soha nem történt meg. Ez csak ja, a te fejedben majdnem. Persze, én akartam, de nem, jó, de nem mondtam soha. Lányom születésnapját tegnap úgy ünnepeltük, hogy ez én anyám, az én ex-feleségem, az én barátnőm és az én lányom. Így. A nők igen, az életedben. Így van, pontosan. Sok erős nő. Tudom, hogy sokan ezt nem hiszik el nekem, de hogyha lenne egy barátnőm, és a lányom azt mondja, hogy te nekem ő nem szimpatikus, kirúgom másnap. Tényleg? Persze. Elférsz, jó? Elférsz, szép nagy tágas autó. Hogy vagy? Remekül, köszönöm szépen. Nagyon évvége van, hajszoltam? Igen. Még legutoljára a Facebookon láttalak SS egyenruhában. Mert hogy még forgatsz, vagy már nem forgatsz? Vagy most már nem, ezt már lezártuk, igen, volt egy ilyen forgatásom. És persze, természetesen mindenhol a világon viccesnek gondolnák ezt a dolgot. Csak a Magyar Bulvár gondolta úgy, hogy akkor ebből csináljunk egy balhét. Ja, mert hogy a sajtóban, na én nem, én a Facebookon láttam valamilyen, amit te írtál ki, az a bulvár sajtót, megmondom őszintén, nem figyeltem ebben a témában, jó, de akkor ezek szerint ebbe is bele kapaszkodtak? Tehát, hogy gyakorlatilag bármit teszel, azt megírják, nem? Szerintem nem csak én bármibe bele kapaszkodnak, ami bármilyen formában hír. Ugye most már újságírók sincsenek, hanem csak hát ilyen, hát nagyon vannak, oké, de azok, akik ott dolgoznak ilyen lapoknál, azok szerintem ezt nem tanulták sehol, hanem egyszerűen csak eltűnt a sugár, de aztán kellett hirtelen valami saját bevétel, aztán letérdeltek valaki el, és hirtelen újságírók lettek egy ilyen lapnál. Hát ha elolvasom a cikkeket, akkor ezt a minőséget másképp magyarázni nem tudom. Viszont te már hozzászokhattál volna ehhez, hát már 20 éve vagy a mindenféle média világ nem, különböző nem lehet, pozícióiban. Nem lehet hozzászokni, mert mindig jönnek újak. Mindig jönnek új, meg tudnak lepni. Mindig jönnek új újságírók, akiknek ugye, akik nem azok igazából, akik azt gondolják, hogy hú, akkor most nagyon megírom életem cikkét, és akkor találnak valami idióta témát, megírják belőle, és nem lehet megszokni, mert előbb-utóbb mindig megtalálnak valakit. Hát igen, csak hogy egy időben te erre azért picit rá is játszottál, nem? Azzal, mikor volt hogy, az már? Hát az nagyon már. Régen. Amikor mi először találkoztunk ugye a szakmában, az 20 éve volt kb. Hát ez az az időszak, amikor mi majdnem randiztunk, de soha nem történt meg. Ez csak ja, a te fejedben majdnem. Persze, én akartam, de nem, jó, de nem mondtam soha. Jó van. 25-6 éves voltál akkor, gyakorlatilag rögtön a... Talán még jártál a szín... Nem, akkor már nem jártál a színművészetére. Ott már... kellett eldöntenem, hogy melyiket folytatom. Igen. Tehát vagy kereskedelmi tévézés, vagy az egyetemen. Igen. És akkor még főiskola volt. Ez nehéz döntés volt? Nagyon. Nagyon, mert mégiscsak az életem és az álmom az mindig is a filmkészítés volt, és hát ahhoz a főiskola kellett. A tévézés meg egyszerűen mégiscsak egy 20-valány éves ember egyszer csak egy ilyen lehetőséget kap, egy pozíciót, egy irodát, egy névjegykártyát, egy céges autót és egy rakás pénzt, és ráadásul te döntsd el, hogy mit néznek innentől az emberek a tévében, vagy te csináld lehet meg. Hatalmat? Igen, mondhatni így is. Nehéz döntés volt, és a mai napig nem tudom, hogy meg kellett-e volna bánnom, vagy sem. Tényleg? Még de vannak ilyen kétségeid néha? Persze, mert hogyha most... Ugye a végcél az volt, hogy filmeket csinálni. Végül is eljutottam odáig, és most is megint a film alappal tárgyalunk. Igen. Két filmtervről, meg csináltam is már két mozifilmet, tehát elértem oda. De nem tudom, hogy mennyivel lett volna könnyebb, vagy nehezebb az út, hogyha azt mondom, hogy kereskedelmi tévézés, hagyjatok békén, és ott maradok, befejezem, vizsgafilm, stb. Nem lehet tudni, mert az egyik oldalon látom az osztálytársaimnak az egyik felét, akik tök jól csinálták. Ugye nem színész osztályról beszélünk, csak azok, rendezők, akik nem... Hajdú Szabolcs, igen. Török Ferenc, Pálfi Gyuri, nézem őket, csodálom őket, remek filmem. De az ő osztálytársuk voltál? Igen, ők voltak az én... Okay. Én vagy egy filmtársuk. Én osztályom. Aztán vannak természetesen olyanok is, akik rendezőnek indultak ugyanúgy, mint ők, de nem csinálnak semmit.
És amikor az Andrássy úton egyszer egy ilyen arab szőnyegboltba betévedtem forgatni, és kérdezték, mit csinálunk, és azt mondtam, hogy a főiskolának egy vizsgafilmet, és azt mondta az eladó, hogy én is odaértem, rendezői szakon végeztem. Uh-huh. És kérdeztem, hogy mit csinálsz most itt? Hát nem jött be. Az ilyen mondatok azért megakadnak, pláne amikor az ember éppen nagyon nagy álmokkal neki indul a filmes világnak. Mérlegelnem kellett, próbáltam az elején még mind a kettőt egyszerre, aztán már olyan sok munkám lett maga a műsorokkal, hogy azt mondta az akkori vezér, hogy hát sajnos döntened kell, tehát vagy ezt, vagy azt. Aztán a főiskolával megbeszéltem, hogy akkor most gyorsan ezt a pár műsort legyártam, aztán folytattam megint a főiskolát. És azóta várom vissza. Ezt a szart Magyarországra úgysem fogja senki nézni. Tényleg? Volt ilyen mondatot? Igen. Gyorsan legyártam ezt a pár ügyességet, aztán jövök vissza hozzátok az igazi életbe. Elvégzem a főiskolát, és híres filmrendező leszek, és az aranypálban lesz a következő megálló. És ez volt hányban? Hát ez akkor volt 98-9 körül. Igen. Aha, jó, tehát mondjuk jó 20 éve volt ez. Igen. Ezt a szart úgy fogja senki nézni. Azért ez ma már... Igen, így történelmi távlatban ez egy érdekes mondat. Ugye? Igen. Megdöbbentő, hogy mi mindent néznek. De tudhattuk volna, hiszen nem egyedülállóan Magyarországon történik ez így, hanem mindenhol a világon van. Van az a nagy 80%-os, hogy is mondjam, alapnéző, a massza, a tömeg, uh-huh. akik mondjuk... Tegyük hozzá, hogy nem éppen az értelmes műsorokat várják, akiknek még mondani valójuk van. Szórakozni akarnak. Hát ők teszik ki a nézettséget. A kereskedelmi tévész, meg benne van, hogy kereskedelmi tért nekik, meg a tömegkel, akiknek lehet reklámozni a sok WC papírt is üveggomba ellenszerét. Egyébként azt szarul éled meg, amikor mondjuk tudom én így megkapod még, hogy te is felelős vagy azért, ami most ami ilyenek a műsorok, meg ugye nagyon nagy divat egyébként is szidni a kereskedelmi televíziók műsorait, ez egy trend, és te is nyilván tudod, hogyha a komment szekciókba körülnézel, akkor mindig van olyan, hogy nekem nincs tévém, de azon is csak a Spektrum megy, tudod, ez a, és a többi, miközben a nagy számok meg azt mutatják, hogy még mindig a nagy sók mennek, és még mindig nézik a reality-t, és még... Két oka van annak, hogy miért nem kapom már meg egyáltalán. Aha. Talán három. Az egyik az, hogyha én nem csinálom meg, akkor valaki más megcsinálja helyettem. Tehát az, hogy most pont én voltam ott akkor, amikor kellett egy Való Világot vagy egy Mónika Show-t csinálni, ha nem én csinálom, lesz ott egy másik producer, aki megcsinálja. Ugyanígy rosszabbul, jobban, nem tudom. A másik oka az, hogy azért mégiscsak elég sok munkám van abban, hogy ne erre emlékezzenek az emberek. Most már, nem tudom, színész, filmrendező, filmes, filmkészítőnek titulálnak. Ma már senki nem hív engem tévéproducernek, vagy a Való Világ atyának, ezek így a régi címkék. A harmadik, és talán legfontosabb ok az, hogy amin akkoriban felháborodtak az emberek, hogy milyen gagyi, az azóta a színvonal szintjén olyan mélyre süllyedt, hogy amit én csináltam, az kifejezetten emídiás tévéműsornak számít már. Tehát Így érzed? Vannak olyan műsorok, igen, amiket, hogyha véletlenül is ránézek. Ugyanakkor pont itt kell megjegyezni azt, hogy ez zajlott az elmúlt 5 évben, hogy így süllyedt és ment lefelé a színvonal, a reality, trash, dobáljuk a szart egymás arcába, és szexeljünk, és nem tudom, fingjunk, befögjünk, stb. Ugyanakkor ez az időszak remélem legalábbis, hogy néhány csatornánál véget fog érni. Na. Nem csak az új vezetőségek miatt, ugye a vezetőség most ugye a TV2-ről gondolok elsősorban, de az RTL-nél is beindult az a folyamat, hogy elindult végre, és valaha az, amire én is mindig vártam, sorozatok. Az igényes. De a minőségi sorozatok, a minőségi most nem azt jelenti megint csak, hogy mély mondani valója van, nem mindenkinek kell csinálnia egy Breaking Bad-et vagy egy Sopranost, de fikció, forgatókönyv, igazi színészek, igazi rendezők, és most teljesen mindegy, hogy egy mintaapákról beszélünk, vagy egy kis faluról, vagy egy drága örökösök alvilág aranyélet, tudnám sorolni. Értem. Olyan sok van már, hogy már alig tudok mindegyikre emlékezni, és ez a jó hír. Erre vártam én is. Tehát a televíziózás, a gagyi televíziózás korszaka szerintem kezd lezárni. Mindig lesz nyilván a
egy kis gadja ennek a bizonyos 90%-nak vagy 80%-nak. De és most, hogy eljött a te, az úgymond az az idő, amire te is vártál, nem kívánkozol vissza? Sőt, hát egy éve tudom, hogy olvastam egy olyat tőled, hogy van sorozatterved például, vagy volt műsorötleted egy ilyen olyan reality-re, ami egy kicsit tükröt tart a műfajnak. Tehát, hogy ezekből lett valami, vagy lesz valami? Van egy olyan oldal, ami a színészi része, amiben már részt veszek, tehát a TV2-n is volt egy sorozat, amiben szerepeltem. Igen. Ezt nyilván továbbra sem szeretném feladni, hogy különböző sorozatban mint színész. Ezen kívül meg igen, van egy pár műsor tervem. Jelenleg Romániában is pont egy tévésorozatot indítottam be, mint showrunner. Showrunner az a producer, csak trendibb kifejezés. Okay. Úgyhogy... Értem. Igen. Köszi. Úgyhogy mi, igen, abszolút ez az irány. A film alapon, a mozifilmek, illetve ezek a fikciós tévésorozatok, ez az irány. Tehát, hogy ott még el tudod képzelni, de és tévés vezetőként még el tudod képzelni magad? Nem. Biztos, hogy nem. Túl nagy a szabadság azóta, nem? Tehát, hogy... Két évvel ezelőtt kb., amikor volt egy kis... nevezzük úgy, hogy hatalom átvétele, az egyik televíziónál ott kaptam is egy ajánlatot, és... Az egyik televíziónál, igen. Nem nagyon létezett ez az összeg. Pedig akik felkértek, azokat ismertem, azokkal már dolgoztam, sőt, nagyon sokat, sőt, te is. De nem, egyszerűen nagyon kedvesen és udvariasan azt mondtam, hogy én például tanácsadóként nagyon szívesen, bizonyos projektekre vagy műsorokra nagyon szívesen, de az, hogy én bemenjek oda, minden reggel gyomorgörcsöt kapjak az AGB nézettséget várván, hogy akkor most sikerült, vagy nem. Közben adott esetben remek szakemberekkel, adott esetben totális idiótákkal tárgyalva arra, hogy nem, azt már biztos nem. És közben meg az alkotási vágy, meg a szereplés, meg ezek persze meg nem működnének. Tehát egy kereskedelmi tévéprogram igazgatója nem igazán lehet közben színész a Karinti Színházban. Az nem egy alkotó ember. Meg hát azért, ahogy te is mondtad, nagyon sok munkád és nagyon sok éved benne van abban, hogy itt azért kialakult egy másik Árpa Attila is a nagy közönség előtt. És az érdekel engem, hogy azt mondod az előbb, hogy azóta már nem csak tévés vezető tartanak számomra, vagy nem annak tartanak, nem színésznek tartanak, de hogy az ütötte meg a fülemet, hogy nem egyes szem első személyű névmás volt ebbe, vagy megfogalmazás volt, tehát hogy te annak tartod már magad? Mert hogy tudom, hogy volt egy idő, amikor nem voltál abban biztos, hogy te már színész vagy, és hogy kimondhatod-e magadról azt, hogy színész vagyok. Még mindig nem vagyok biztos benne, nem? Egyébként nem. De most már mennyi? Most megnéztem az IMDb-n, a Nemzetközi Filmes Adatbázisban, ott ha jó, ha az korrekt info, akkor két sorozat és két film is van utómunk alatt éppen most, amiben szerepelsz színészként. Az, hogy színészként foglalkoztatnak, és rengeteget forgatok, meg színházban is játszom, az adja a hitet benne, hogy lehet, hogy színész lettem már azóta. De én azt gondolom, egyrészt ezek a filmek, amiket említettél, ezek általában külföldi produkciók, amiben három vagy négy mondatom van, jó esetben mondjuk egy kisebb mellékszerep. Tehát ez még nem az a színészet, ahol meg tudom magam mutatni. Színházban egy darabom van jelenleg, ugye a Tortúra. Na az viszont színészet? Hát az ott az egy főszerep. Persze, az. Meg tavaly nyáron is volt még, idén nyáron volt még a Fidel Castro-t játszottam szintén. Vannak olyan feladatok, olyan szerepek, ahol már igen, azt gondolom, hogy végre elértem, de ilyenkor mindig mondjuk Rodolfo-t szeretem idézni, hogy az a művész, aki meg van magával elégedve, az már nem művész, az meghalt, mondta ő, és egy kicsit ezzel értek egyet. Jöhet persze valamikor az a szerep, legyen a színház vagy filmben, amiért majd érkeznek az elismerések, kritikák, díjak, és azt mondják, hogy na, ezt nagyon odarakta ezt a szerepet, ő tényleg nagyon tud színészkedni, de még nem érkezett meg. Aha. A Tortúra nyilván igen, az egy nagyon nehéz szerep, és nyilván büszke vagyok rá, hogy ilyen sikere van a darabnak. Már régóta megy, most már évek óta. Igen, harmadik éve igen, talán. Igen, azért az... De egy darab nem elég. És jó kritikákat is kaptál. Tehát, hogy én a... Jó, persze, egy darab nem elég, csak én próbáltam most így visszaszálazni, hogy mondjuk, ugye mondod azt, hogy milyen nehéz volt betörni
színészként, vagy mondjuk filmművészként abba a másik szakmába, amiatt a kereszt miatt, amit a kereskedelmi tévézésre áttett. És próbáltam visszafejteni egyébként én is, hogy mikor kezdtek téged mondjuk komolyan venni, vagy legalábbis észrevenni, mint színészt, vagy mint filmest, vagy bármi. És mondjuk amikor a Cukorsó történt, ugye a Cukorsóban 2010-ben eljátszottad, gyakorlatilag egy ilyen önkritikusan önmagadat, meg egy picit úgy intettél, ha úgy tetszik, búcsút ennek az egész tévés időszaknak, hogy jó, ki is nevetted te magad egy szerepen keresztül legalábbis. Igen. És ezt például meghálálta azért a kritika, tehát hogy én olvastam olyan kritikát, hogy te vitted el abban a filmben egy vegyes mint a megítélésű filmben az egészet a hátadon, és hogy az egyetlen olyan karakter voltál, akivel lehetett azonosulni nézőként. És csak azért merem idézni a kritikát, mert tudom, hogy olvasod a kritikákat magadról. Szoktam, igen. És, na, szóval, hogy mintha ott valami megtört volna, nem? Olyan 2010-es évek elején. Igen, igen. Az volt tulajdonképpen az a szerep, ami visszaadta a hitet, hogy egyáltalán foglalkozzunk kéne ezzel. A filmet azt jelölték is különböző fesztiválokon. Igen, és a kritika nagyon szerette. És volt ott egy fordulópont, a kritikára visszatérve, hogy akkor még az Origónál dolgozott egy Varga Ferenc nevű újságíró. Azt hiszem, még mindig ott dolgozik, vagy már nem? Szerintem már nem. Az Origó már nagyon nem olyan, de nem mindegy, igen. Igen, és már nem még régen folyamatosan belém kötött és cikkizte a tévéműsoraimat és mindenemet. Aztán amikor ő megnézte a Cukorsót, és tulajdonképpen hivatalosan, mint vállaltan, mint magyar filmkritikus azt írta, hogy kár, hogy én nem állok szóba vele, mert szerinte a legjobb magyar filmcínész vagyok jelenleg. Akkor azért ez az egy mondat olyan sok hitet adott vissza, sok mindenben. Egyrészt az elismerés, másrészt ez egyfajta dupla elismerés, mert magyar filmkritikus, aki úgymond egy ilyet beval, azért az nagyon sokat adott nekem, akkor sok hitet. Aha. Meg persze a többi kritika is, és nem kis, hogy is mondjam, mozi portálok, hanem azért a nagy véres tarlúak is elismerően írtak akkor rólam, úgyhogy igen. De miért olyan fontos nekem ez a külső megerősítés? Mert arról szól a színészet és a szakmák, a filmkészítés. A közönségnek készítjük. De nem a kritikusnak. Ez tényleg így van, és nem is annyira vagyok barátságban a kritikusokkal, kivéve ha jót írnak. Hát úgy könnyű. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én nem érdekel a kritika, mert én a közönségnek csinálom a filmeket, oké, ezt én is egy darabig mondtam. Ma már azt hiszem, hogy ez összetettebb. Ma már az számít sikernek, amit a közönség is szeret, és a kritikusok is. Van ez a honlap, a Rotten Tomatoes, ami igen, kifejezetten filmkritikával foglalkozik, és ők nagyon ügyesen megfogták azt, ne kérdezte, hogy mi alapján mérik, de van az, hogy a kritikusok ennyire szeretik a filmet, a nézők meg ennyire. Igen, igen, 2% van. Zseniális, így van, mert egyrészt nagyon tanulságos az, amikor a kritikusok 90%-ot adnak a filmre, a közönség meg 20-at, vagy fordítva, igen, mind a kettő eset tanulságos, de amikor meg mind a ketten az 80-fölötti százalékot adnak, na az minden esetben megcáfolhatatlan siker, úgyhogy innentől kezdve már én sem játszom el ezt a sértett kisgyereket, hogy engem a néző érdekel a kritikusokat, hogy olyanek meg, hogy kit érdekel. De egyébként te sikeres embernek tartod magad? És most nem a Rodolfo értem, hogy megelégedettség, meg stb., hanem hogy van-e olyan fokmérője a sikernek a te életedben, ami alapján azt mondod, hogy igen, azért ezt megcsináltad, Attila? Azt gondolom, hogy Magyarországon igen. Aha. De egy kis ország vagyunk. Van ott még egy világ gömb körülöttünk, ott meg még nem. Azért még van hátra meghódítandó terület. És mekkora szeletét, vagy melyik szeletét nézted ki ennek a világnak? Vagy hova vágysz még? Nyilván a filmkészítés, azért azt még rég nem fejeztem be. Kettő mozifilm, néhány rövid filmet csináltam, néhány videoklipet, de igen, tehát a nagy filmek, amik a fejemben vannak, amik a film alap által el lesznek fogadva, vagy el lettek már utasítva, azért van itt egy csomó filmterv.
Aha. Jó, tehát akkor rendezőként, rendező, vagy így van. Vagy is. Ugyanakkor meg természetesen reménykedem abban, hogy eljön az az időszak, amikor vagy egy sorozat, vagy egy filmben egy olyan szerepet kapok, ahol tényleg meg tudom mutatni azt, hogy mit tudok színészként, és természetesen ami sikeres is lesz. Hogy ez hol lesz, melyik országban, melyik nyelven, mikor? Három nyelven játszol? Német, angol, magyar? Igazából ennél is több nyelven, tehát én például spanyolul nem tudnék társalogni, de nagyon gyorsan meg tudom tanulni úgy a kiejtést, hogy egy szöveget, egy dialógot, egy forgatókönyvet meg tudok úgy tanulni, hogy meg sem mondod, hogy nem vagyok ős madridi születésű spanyol. És mondjuk az Attila, akit én mondjuk 20 éve megismertem, már megismered, nem ismertelek meg, csak így néha láttam a Harley Davidsonján az RTL parkolóban, meg a mai között. Mi a legnagyobb különbség? Akár emberileg, nem is szakmailag, mert hiszen arról beszélgetünk már egy ideje, sőt, inkább emberileg. Szerintem a prioritások mindenféleképpen változtak, és ez természetesen az embert is meghatározza. Aha, milyen értelemben változtak? Kezdjük ott, hogy apa lettem azóta. Igen, mert hogy ugye amiráért megyünk egyébként a suliba, azt el is felejtettem mondani. Igen. Ezen a hét. Tehát az apaság, ugye volt közben egy házasságom, volt közben filmem, amit csináltam, díjak, amiket nyertem, emberek, akiket elveszítettem. Tragédiák és sikerek, azért nagyon sok minden történt azóta. Úgyhogy én azt gondolom, és ezek a dolgok is meghatározzák azt, hogy mi a fontos az ember életében. Úgyhogy ismerjük azt a reakciót, ha valami tragédia történik, akkor azért az ember teljes személyiségét is sokszor befolyásolja. Tehát egy közel álló meghal, akkor annak kezdve hirtelen megtanuljuk becsülni és értékelni azokat, akik még velünk vannak. Holott előtte még leszartuk, de hogy is majd jövő héten ebédelek vele, aztán... Úgyhogy ez egy példa volt, nem akarom ezt most egy ilyen szomorú irányba terelni a beszélgetést, de vannak dolgok, amik történnek az ember életében, és azt meghatározzák azt, hogy mit tart fontosnak, vagy minek tulajdonít több értéket, mint mondjuk előtte. Aha. Jó, ez. És ez lehet egy gyerek születése, ez lehet egy tragédia, ez lehet egy üzleti siker, ez lehet bármi. Jó, tehát átírottak a prioritásaid, ezt tökre értem, de mondjuk... Te, mint személyiség, hogy hova mélyített ezt téged, vagy melyek azok a tulajdonságai, amelyek ez a prioritás átalakítás, vagy átalakulás, ez megerősített benned? Ugyanaz, a fontossági sorrendben ez ugyanúgy benne van, tehát amikor az első fázisban mondjuk az életemben az volt, hogy csináljunk filmet. A következő az volt, hogy csináljunk sikeres filmet. Jó, de mi az? Ja, amit sokan megnéznek. Ma már egyáltalán nem szeretnék olyan filmet csinálni, amit majd a közönség lehet, hogy rongyán néz, de nincsen mögötte más. Vannak ilyen ajánlatok, kapok ilyen ajánlatokat, hogy itt van egy vicces akcióvígjáték, csak éppen oké, télcsapkodós vicces, de csináltam már egyszer, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy ezzel tovább tudok fejlődni, vagy lépni. Tehát talán a legnagyobb különbség az akkori énem között, és a mostani között, hogy én tényleg azt nézem, hogy mi az, ami tovább visz. Jobbá tesz, sikeresebbé tesz, de inkább az, hogy tovább visz. Azt mondják rólad, hogy például nagyon baráti is a viszonyod a lányoddal, és egészen olyan dolgokról is képesek vagytok beszélgetni, hogy nem feltétlenül egy kis kamasz gyerek, ugye most 12? 13, igen, most volt, tényleg, igen. Szóval, hogy ami egy kis kamasz lány, meg egy férfi ember az apukája között, nem biztos, hogy olyan egyértelmű, hogy olyan könnyű róla beszélgetni. Tehát, hogy gyakorlatilag minden megy. Igen, de ez soha nem volt kérdés. Nem. Pedig lehangítottam, mi az Isten. Azt hittem most visszahangosítottad az előbb. Lehet véletlenül. Nem vagy nyugodtan. Oké, igen. Tehát, hogy alakult nektek ennyire nyílt a viszonyotok, meg ennyire tabumentessé? Ez azt hiszem, hogy felfogás kérdése. Talán elképzeltem azt, hogy én mit szerettem volna, hogy mi a tökéletes szülő. Uh-huh. Nem, mint hogy az én szüleimmel bármilyen gond lett volna, de az is egy más era volt, más közeg, más, meg igen, egy másik kor. És
amikor a lányommal beszélek, és arra gondolok, hogy én nem csak apa akarok lenni, hanem a legeslegjobb barátja is, akiben megbízhat, és hogyha valami gondja van, akkor hozzám jöhet, ahhoz korán kell kezdeni. Tehát amikor szóba kerül egy olyan téma, hogy nem tudom, első menszesz, vagy fiúk, vagy nem tudom, bármi ilyen jellegű dolog, vagy drog, vagy az, hogy zaklatták, vagy ilyesmi, akkor örülnék, hogyha nem tartaná magában, mert akkor szerintem sokkal nagyobb baj történhet. És ahhoz, hogy egy ilyen bizalmi figurája legyek neki, ahhoz az kell, hogy ilyen dolgokról is tudjak vele beszélni. És ez működik is? Tehát akkor tényleg ez vagy inkább úgy kérdezem, hogy ez hogy működik köztetek? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Nagy beszélgetések, vagy folyamatosan megy? Mert az egy kamasz nem mindig is folyamatosan akar megnyílni. Ez attól függ, hogy milyen a hangulata. Az egyik része ennek a nevelési módszeremnek, amit nem vagyok pedagógus, de azt gondolom jónak, az pont ez, hogy nem presszionáljuk. Tehát amikor egy témáról akar beszélni, akkor majd ő szóba hozza, úgyis előbb-utóbb. Aha. És ismerem őt, történik valami, egy élmény, legyen az jó vagy rossz, és nem akar róla beszélni, akkor nem szabad őt folyamatosan csesztetni, hogy mondd már el. Nem, majd valamikor az ő saját ritmusában elkezd róla beszélni. És az, hogy az anyukájával nektek végül nem, tehát hogy ti nem maradtatok együtt, az neked milyen feladatot adott, mint tehát ugye te most elvált ember vagy, gyakorlatilag tök tudom, hogy jobban vagytok a Szabinával is, hogy közösen nevelitek a gyereket, de hogy azért ez feladatot ad egy szülőnek, hogy ezt hogyan kommunikálja le, ezt utána mi lesz a kapcsolattal egyáltalán, mennyire tud benne maradni mondjuk egy apa az a gyerek életébe, stb. Ezt hogy oldottad meg? Valamilyen egészen csodás módon magától oldódott meg, tehát nem az történt, hogy leültünk a Szabinával és megbeszéltük, tehát azt igen, hogy el akarunk válni nyilván, de nem az történt, hogy akkor ezt hogyan csináljuk. Nem az volt, jó, akkor te beadod a izé és az ügyvéd, és akkor majd két hónap múlva jön a levél, és akkor a nem tudom mi, és a vagyon elosztás, blablabla, nem ez történt, hanem egyszerűen csak oké, el fogunk válni. Aztán nem történt semmi. Váltunk. Vártunk és váltunk. Uh-huh. Aztán előbb-utóbb valaki mondta, hogy jó, most már be kéne adni. Jó, adjuk be. És ez olyan sokáig húzódott, majdnem 3 évig ez a folyamat, aha, hogy a gyerek tulajdonképpen azt látta, hogy oké, apa és anya már nem nagyon csókolóznak. Most már nem is egy ágyban alszanak. Hoppá, most már nem is ugyanazon a szinten alszanak. Most már a két szint el lett választva egy fallal. Ez hogy lehet? Uh-huh. Tehát nagyjából egy olyan szépen felépített dramaturgia alapján élte meg a gyerek, ami nem volt teljes mértékben tervezve vagy tudatos, de a gyereknek szerintem ennél jobban nem lehet, aha, bemutatni. Tehát ez a trauma, hogy egy hirtelen jött semmiből, egyszer csak ajtócsapkodás, holnap elköltözünk, puf, elválunk apától, 2 hetente majd találkozhatsz ezzel a görénnyel. Tehát lehet így is, de... Sokszor történt. Sokszor így van. Tehát sőt, többször, mint úgy. Így történt, és most nem, nincsen panasz erre a helyzetre. Tehát a lányom születésnapját tegnap úgy ünnepeltük, hogy az én anyám, az én ex-feleségem, az én barátnőm és az én lányom. Így. A nők, igen, az életedben. Így van, pontosan. Sok erős nő. De hogy igazából te, én azt látom ma mondjuk a választásaidon, meg egyszer talán mondtad is valahol, hogy te azokat a nőket szereted, akiknek van véleménye, van saját ambíciója, stb. Tehát miközben azért meg nyilván válogathattál volna nem ilyen nőket is magad körül az elmúlt 20 évben. Igen, de minek? És félreértés ne essék, véleménye minden nőnek van. Sok. Minden férfinak és is. És most már meg is van a digitális platform ahhoz, hogy minden egyes ember közölje is ezt a véleményt. Juhé! Férfiak és nők is, igen. Legyen véleménye és legyen kvalifikált ahhoz, hogy mondja, hallgassak rá, hogy legyen kíváncsi arra, hogy mit akar mondani, mit tenne ő. És igen, tehát legyen saját egzisztenciája, célja, álmai, elképzelés az életről. Tehát én nem tudok jobban lenézni egy nőt, mint azt, akinek az az életcél, hogy másoktól függjön, vagy éppen azt mondja, hogy én majd szülök valakinek egy gyereket, aztán én letudtam a dolgom, és akkor onnantól kezdve fizessen a pasas. Lehet, hogy van ott szerelem, lehet, hogy nincs, de egyszerűen ez
nem értem, nem tudok vele azonosulni, nem tudom tisztelni. És hogyha a másik, a párodat nem tudod tisztelni, akkor az már rég rossz. Úgyhogy tulajdonképpen így van ez, ezért is vonzódok az erős nőkhöz. Igen, mert a Szabina volt feleséged, vagy Tomán Szabina, aki volt egyébként vendégem a műsorban már, aki elképesztő sikert futott be, megjegyzem, ugye vállalkozóként is. Igen. Az elmúlt években. És na, aztán ő is egy erős nő. Egy erős, akinek nem csak véleménye van, hanem hát ambíciója és minden. És a mostani párod, barátnőd, szerelmed, és a többi, nem tudom, hogy melyik szót szeretett használni. Ő is egy ilyen karakán csaj. Igen, ő is az. Mit lehet róla tudni? Attila. Ezt mondom, hogy színész, nem? Színésznő, igen. Színésznő, hát. Színművész. Sok mindent nem. Sok mindent nem. Mert hogy azért azt is mindig nagyjából betartottam, hogy a magánéletemről nagyon sok mindent nem szeretek mondani. Lányom, apaság bármikor, aktuális értem. Kapcsolataimról pedig annyira nem. Oké, okay. De jól vagy? Boldog vagy? Persze. Jól vagytok? Minden rendben, minden okay. Csodás lány, nagyon szép, nagyon okos és ügyes, nagyon humoros. Tehát igen, minden rendben van, jól vagyunk, meg tud nevettetni. Ez fontos, és nagyon jól kijön a lányommal. Aha, ami mondom szintén fontos, mert ugye az nem... Én tudom, hogy sokan ezt nem hiszik el nekem, de hogyha lenne egy barátnőm, és a lányom azt mondja, hogy te nekem ő nem szimpatikus, kirúgom másnap. Tényleg? Persze. Azért ez egy kemény mondat. Nem, ez csak meg... Hogy is mondjam, ez csak... Azt mutatja, hogy amikor prioritásokról beszélek, akkor nem a levegőbe beszélek. Uh-huh. Tehát a lányom a legfontosabb személy az életemben, és mindig is az lesz, ezt így is gondolom. Ez egyfajta, mondjuk, alátámasztása ennek a mondatnak. És mennyire tud mondjuk a lányod megríkatni? Szoktál egyáltalán sírni? Vagy mennyire vagy ilyen érzelmes? Mert azt mondja rólad volt kollégád, ismerő, sőt barátod, hogy ez a... Hogy te alapvetően egy abszolút érzelmes ember vagy belül. Tehát, hogy van ez a Árpa Attila külső, és akkor már is... Én ezt soha nem tagadtam. És akkor belül van ez a nagyon érzelmes belső. Nem csak belül, én ezt soha nem tagadtam. Ezt az egész macsó hülyeséget leginkább szintén a bulvár húzta rám. Ezt így átragasztották? Igen, meg az image építés, tehát hogyha most valaki egy bulvárlapból szerzi az információit, és egy bulvárlap természetesen csak a nagy, színes, szagos hírt írja le, akkor igen. Milyen képet? Jó, értem, de most hagyjuk a bulvárlapokat, azt mondd el, hogy akkor milyen vagy. Erre kell menni, ugye? Csak majd mondd, hogy merre. Már most érted? Hát úgy, akkor igen, itt jobbra. 40 valahány perce beszélgetünk. És így egyenesen. Na, tehát hogy hagyjuk a bulvárlapokat, azt mondom, én egy érzelmes férfi vagyok, akinek vannak gondolatai, akit igenis meg lehet rikatni, hogyha esetleg egy olyan helyzetben vagyok, sőt, egy film végén is el tudom sírni magam, hogyha úgy meg van csinálva. Nyilván ilyenkor azért egy picit ez a férfiasság előjön, hogy nehogy valaki meglássa, de jó, hogy 3D szemüvegen rajtam, stb. Nyilván van egy ilyen, hogy azért, hogy is mondjam, nem a feminin érzelmi férfi vagyok, hanem a maszkulin érzelmi férfi, mondván, hogy nyilván azért valamennyire figyelek a maszkulinitásra, de nem tartom annyira fontosnak, hogy például ne sírnám el magam, hogyha éppen úgy érzem magam, vagy ne tudjak akár a legmélyebb érzelmekről is beszélni. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez már nagyon fontos, hogy az emberek ne legyenek régi módi gondolkodások, elzárkózóak. Itt a nevelésnél is egy ugyanilyen dolog van, ez a híres mondás, hogy nicht vor dem Kind. Igen, ne a gyerek előtt. Ezt mennyit hallottam gyerekkoromban, Jézusom. Ez például egy hatalmas nagy hülyeség. Vannak azok, akik ha veszekedni akarnak, éppen akkor bezárják maguk után az ajtót, a gyerek csak azt hallja, hogy... De nem hallja, így van, és talán még egy ilyen. Igen, borzasztó. Aztán kijönnek egy hatalmas mimosolyan, hogy mi van kicsikém, jól vagy? Van, itt megyünk jobbra. Bocsánat. Egy kicsit később szóljál, legközelebb létszik. Igen. Én például ennek abszolút nem értek egyet ezzel. Én ha veszekszem bárkivel bármiről, de ezt a gyerek előtt is megteszem, itt is majd jobbra a következő lehetőségnél. Mert egyrészt, még ha nincs is joga hozzá tudni, hogy miről van szó, vagy nem tartozik rá, de legalább hallja azt, hogy igen, itt két ember vitatkozik.
utána megérti azt, hogy a két ember közül az egyik, vagy mind a kettő miért ingerült. Mert igen, vita volt. Na most, ha ezt nem hallja és látja, hanem csak azt, hogy minden rendben kicsiként nem veszekszünk itt arra, majd jön anyuka, és teljes mértékben ingerült, a gyereknek viszont nem mondja meg, sőt, még egy mimosolyal azt mondja, hogy minden rendben, akkor a gyerek azt érzi, hogy de nem, itt valami nem stimmel, és a végén még magára veszi, hogy talán én csináltam rosszul valamit, és ezért ingerült anya. Úgyhogy ezen lehet vitatkozni, nem vagyok pedagógus, biztos egy csomó ember most ezzel nem ért egyet. Én így nevelem a gyerekemet. Szia! Igen, nem vagyok. De nagy vagy. Boldog születésnapot utólag is mondja, hogy most voltatok. És szoktál így apával meg anyával szerepelni? Nem nagyon, ugye? Néha-néha talán. Igen, néha-néha. És ez hogy érint téged ez az egész, hogy anyát is sokan ismerik, meg a édesapádat is? Foglalkoztat ez téged egyáltalán bármennyire? Nem érdekel? Na figyelj, arról beszélgettünk apukáddal, hogy tulajdonképpen ő azt szeretné, hogyha nem csak az apukád lenne, hanem a barátod is, jó barátod. Ezt te úgy érzed, hogy ez összejön? Mit szoktatok együtt csinálni? Például együtt utazunk, meg együtt csinálunk nagyon sok dolgot. És most hova szoktatok együtt? Mondjál már példákat. Hova szoktatok együtt utazni? Zavarban vagy a kameráktól? Vagy Kriszta most... félelmetes? Nem, hogy házolom. Most nem, nincs kedve ehhez, erről beszéltünk. Nem, szerintem le van kicsit blokkolva, mert olyan sok mindent csinálunk, hogy így számolni nem sem vagyunk. Lehet. Nem vagy? Nem vagy leblokkolva? Nem vagyok leblokkolva. Mindegy. Én nem beszélek bele. Már késő? Még nem. Sik. Apukád úgy navigál, hogy már túlmentünk a, hogy hívják, a kereszteződésen. Itt kell jobbra menni. Na, szóval, akkor ne beszéljük, akkor hagyjuk apát meg anyát. Beszéljünk rólad. Jó? Na, te mit szeretsz csinálni az iskolán kívül? Mivel szoktál? Jársz, nem tudom, külön órára, van hobbid, olyasmi, ami hát érdekel? Hát eddig a légtorna volt. Légtorna? Igen. Viszont azt abba hagytam, mert az anyukám azt mondta, hogy abba kell hagynom, és azért abba hagytam. De miért mondta azt az anyukád? Féltett? Nem, hanem azt mondta, hogy az tanulásra kell koncentrálni inkább. Te is igaza volt? Szerinted? Most őszintén. Hát szerintem arra pár hétre igaza volt, de hogy úgy nem kellett volna örökre betiltania. Hát de még lehet, hogy akkor, hogyha jól tanulsz, lehet, hogy még visszamehetsz, nem? Lehet. És akkor mi az, amit most sárban csinálsz, vagy csinálhatsz? Hát... A tanuláson kívül. Úgy külön óráként még sem is, hogy ilyen tanár jön hozzám. Aha. De... rajzolni szoktam. Na. Meg most születésnapra kaptam egy ilyen fényképezőképet, és azzal fogok szerintem sokat. Ah, tök jó. És te, hogy van már olyan elképzelésed arról, mi érdekel, hogy hova akarsz majd menni tanulni, vagy mit akarsz tanulni, mivel akarsz foglalkozni, vagy ez még korai 13 évesen, ne kérdezek ilyen hülyeségeket? Én csak így magamban szeretném így eldönteni, hogy ilyen hova szeretnék menni a kimibe. Uh-huh. Szóval megbeszéltem, nekem van egy legjobb barátnőm, aki nagyon ritkán, de nagyon szeretünk együtt lenni, uh-huh. és kapott is nagyon olyan, mint én, és legtöbbször, amikor nálunk szokott lenni, akkor filmezni szoktunk, meg ilyesmit, meg színdarabokat szoktunk csinálni, uh-huh. és akkor egy ilyen színművészetire gondoltunk, hogy együtt oda megyünk. Hallod ezt, apa? Hallom. Nyomdokaidba lép a gyerek? Hát ő már most csinál ilyen dolgokat, csak valamiért nem említi a szinkron színészet. És szinkronizálsz? Igen. De ő volt a mostani Kinder Csoki reklámnak a hangja például, tehát ezért igen, tolja már profi szinten. Azt nagyon, ezt gratulálok, ezt nem tudtam, hogy már ilyen komolyan nyomod. Szóval akkor lehet, hogy színészkedés, filmezés, stb. Igen. Az az irány. Az jó. Te is apát szoktad, tehát láttad már apát filmben, meg mozgóképen, és mit gondolsz róla? Milyen színész? Jó. De most csináljunk, hogy mintha nem ülne itt. Hát jó. Jó? Tetszik, amit csinál? Na.
forgatásokra el szokott néha jönni, igen. Uh-huh. De a tortúrát ezt még nem nézte, igaz, a próbákon ott volt, de az még... Itt mi javítottalak ki titeket? Hogyan javítottad ki titeket? Észrevett egy logikai hibát, amit Stephen King elkövetett. Akkor te javítottad ki korunk egyik legnagyobb pszichotriller szerzőjét. Ez így hangzik ez a mondat. Az volt, hogy tegnap, és vagy tegnap előtt, és közben tegnap volt utána. Aha, értem. Tehát rendbe tetted az idősíkokat. Igen. Jól van. Gratulálok. Látod? Akkor jó megfigyelő is vagy. Lehet, hogy igen, akkor rendezned is kéne. Nem csak színészkedni, hanem rendezni is, mint apa. Tudod. Az egy kicsit ilyen főnökösködő meló. Majd meglátjuk. Jól van. Hát figyelj, én sok sikert kívánok neked, és hogy készülsz a karácsonyra? Várod? Nagyon. Igen, mit vársz benne? A téli szünetet. Ah, nem kell iskolába menni, biztos voltam benne. Igen, meg a sok mézes kalácsot. Okay. Na hát nagyon örülök, hogy beszélgethettünk egy kicsit. Nem kínozlak tovább, jó? Jó. Köszönöm szépen mindkettőtök, de majd ha leparkoltunk, akkor csinálunk egy közös fotót. Jó, rendben. És akkor ennyi volt? Igen. Jól van. Az én alkatom, a személyiségem, az meg kell, hogy halljon mindig, hogyha van valami nagyon rossz történik. És aztán újjá születnie. Az olyan ember, aki békén hagy. Tehát nem csesztet mindenért. Úristen, de fontos egyébként. Ez tényleg. Én is tudnék mesélni. És én is tudnék mesélni. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.